napot kívánok! Kezdik csókolom! Szervusz! Segítek! Köszönöm szépen! Köszönöm! Kezdik csókolom, mit hozzatok? Hát, talán egy fekete teját kérnék! Már is hozom! Köszönöm! Jól utaztál? Jól, nagyon jól. Csak tudod, mi a helyzet? Mintha minden alkalommal legalább 10 kilométerrel hosszabb lenne az út. Ide kéne költözni, akkor megspórolnád az utazást. Hogy is, ne, inkább neked kéne leköltözni hozzánk falura. Nem is tudod, milyen jót tenne. Nem, hát én menthetetlenül pesti vagyok, tudod. No. És hogy vagy? Hát jól, hanul itt fáj, hol ott, ahogy szokott. Hogy nekem is. A mikorunkban ez már így van. Inkább te mesélj, hogy sikerült a koncert? Jaj, nagyszerűen. Nagyon izgultam, hogy minden jól sikerüljön. De milyen koncert is volt ez? Hát Norbi az unokám, tudod, évek óta zongoraművésznek készül. Persze készülni nem tud, mert szegény lányom éjjel-nappal dolgozik, hogy valahogy megéljünk, úgyhogy zongora leckékre nekünk nem telik. Pedig ügyes volt, emlékszem, amikor drága jó Lajosod, Isten nyugtassa. Sokat foglalkozott. Igen, ügyes a gyerek. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Tudod, velünk most egy igazi karácsonyi csoda történt. Norbikám megint rákezdett, hogy szeretne zongora leckéket venni. Úgyhogy a lányom és Norbi között megindult a szokásos vita parti. De aztán egyik nap Lili lányom találkozott Hortai Gáborral. A szomszéd Kati fiam? És ő zongoratanár. Ne. De. Szerencsére Lili behívta egy csésze tejára. Ez így csókolom. Gábor? Teljes valomban. Rég látjuk erre. Igen, sajnos nincs sok időm lejárni anyuhoz. Jöjjön be egy tejára, most főztük. De nem akarok én zavarni. Ne vicceljen már, jöjjön. Köszi, csókolom! Csókolom. Na hát, Gábor! Magát is jelenti? Elnézést. Jöjjön, foglaljon helyet. Köszönöm. Egy csésze teját? Elfogadom, köszönöm. Kér bele valamit? Ha nem, semmit. Köszönöm. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Ki zongorázik ilyen ügyesen? Ő az én nagyon tehetséges unokám. Norbikám, gyere hát kicsim köszönni. Jó napot! Szia! Te zongoráztál ilyen ügyesen? Hát, nagyon ügyes vagy, gratulálok. Mióta zongorázol? A férjem tanítgatta őt, de sajnos egy fél évvel ezelőtt meghalt. Azóta játssza azokat a darabokat, amiket még a nagyapja tanított neki. Ahova te őszinte részvétem. Köszönöm. Neked viszont tényleg érdemes lenne ezzel foglalkozni. Az én fülemnek elhiheted. Maga is zongorázik? Én zongoratanár vagyok. Akkor esetleg ajánlhatnék egy új tanítvány? Anyu, ne tartsuk fő volt a hívat. Ugyan? Hát, akkor köszönöm. Egészségére. Hívjon fel. Köszönöm. Vagy járjuk zongora órákra? Hát, ez nem olyan egyszerű. Majd megbeszéljük. Jó.
És felhívtad Hortait? Fel, hát ő nagyon rendes ember. Bevállalta, hogy ad Norbinak néhány zongora órát. De a legjobb az egészben az, hogy sikerült titokban tartanunk. Titokban? Igen. A lányom nem tudott róla. És akkor egyik délután elmentem Norbi elé az iskolába, és elvittem Hortaihoz. Milyen volt a témazáró? Hát nem volt nehéz, de tudod, hogy kettő jegyet ér. Hú, akkor reméljük, hogy tényleg jól sikerült. Magyi, hova vagyunk? Meglátod, van egy meglepetésem. Micsoda? Itt is vagyunk. Nagyi, ugye nem egy másik iskolából hoztál? Ne szemtelenkedj nagyanyáddal, gyerünk befelé! Itt vagyunk. Kopogj be! Kezdj csokolom! Jó napot kívánok! Hello, Norbi! Ez most komoly, Nagyi? Persze, hogy komoly. A tanár úr ad majd neked pár órát. Én nem is zavarnék tovább. Sétálok egyet. Hm? Nagyoma! Igen? Tartsuk ezt titokban! Miért? Szeretném anyát meglepni, te is tudod, hogy milyen régi álmom. És hogyha ügyesebb leszek, akár meg is mutathatjuk neki. Kicsim, te már most is ügyes vagy. De hát persze, ahogy szeretnéd. Jó munkát! Köszönjük! No hát Isten hozott, köszöntelek a szentélyemben. Bele is csapatunk? Na lá. Na, akkor. Kezdjük az alapokkal, jó? Na. Ez itt a C. És Lili tényleg nem sejtett semmit? Nem, sikerült végig titokban tartanunk. És mennyi ideig jártatok oda? Hetente kétszer. 6 héten át. Mint a titkos ügynök. Igen. És akkor képzeld, Hortai egyszer csak előállt az ötlettel, hogy Norbit benevezi egy karácsonyi gálára. Jó napot, tanár úr! Szia, Norbikám! Mivel fogom ma kezdeni? Ezzel. Karácsonyi gála est. Arra gondoltam, hogy felkészülhetnél és felléphetnél. Tényleg? Aha. Elég jó vagyok ehhez? Még egy kicsit gyakorlunk és minden szuper lesz. Köszi. Norbikám, bocsáss meg, ezt a mai napot ezt el kellett toljuk, mert közben jött egy halaszthatatlan dolog. Ne haragudj, jó? Igen. Majd bepótoljuk, megígérem, jó? Viszlát. Szia. Norbi! Norbikám! Nagyi, képzeld el, a tanár úr azt mondta, hogy ha így haladok tovább, akkor majd feléphetek a karácsonyi gála este. Jaj, de jó! De örülök! Akkor bizonyára szépen fejlődsz. Nagyi, neked mi a kedvenc karácsonyi dalod? Hát én a csendesét szeretem a legjobban. Tudod,
Azt nagyapáddal minden karácsonykor meghallgattuk. De az idén sajnos már nincs köztünk. Meghallgatom én veled. Ó, te édesem. Köszönöm szépen. Aranyos vagy. Szervusz, Norbikám. Na, kezdhetjük? Igen, és a csendesét választottam. Ó, az nagyon szép. És hogy egy pont azt? Hát, nagyon kedvenc a... Jó. Akkor csapjunk is bele. És végül milyen volt a gála? Az egy külön történet. Hát majdnem lekéstük az egészet. Ne viccelj, hogy? Norbinak ugye előbb el kellett indulni, a tanár úrral mentek a helyszínre. Ez eddig rendben is volt, mert Dili úgy tudta, hogy egy barátjához megy játszani. Csak hogy nekem meg kellett győznöm Lilit, hogy mi is menjünk föl Pestre, hogy találkozni tudjak veled. Velem? Én is benne voltam a tervben. Igen. És nekem nem is szóltál. Csak hogy aztán. Belekeveredtünk egy olyan dugóba. Na, most itt akkor mi van? Szokásos dugó a városban. Nagyszerű. Hova megy? 6 óra. Elkezdjük a gálát. De még nem lehet. Nincs itt anyukám se, nagymamám. Ne aggódj, biztos mindjárt ide érnek. Úgyis van még egy rövid köszöntőbeszéd az elején. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket karácsonyi gála műsorokon. Ahogy az elmúlt években, idén is nagyon sok tehetséges fiatalt láthatnak majd a színpadon. Én nem is szaporítanám a szót, fogadják sok szeretettel első fellépőnket, Takács Pétert, aki hegedűjátékával fog bennünket elkápráztatni. Nem tudnál találni valami másik utat? Nem, sajnos nem tudok letérni. Na, mehetünk is. Hát akkor menjünk gyorsan, gyerünk! Elegáns az a zakó. Igen, csak kicsit kényelmetlen. Köszönjük szépen ezt a csodás előadást. Most pedig következzen egy csengő hangú fiatal énekesnő. A színpadon Petnő Sári. Szerencsét fog hozni. Itt van veled. Most pedig következzen egy olyan fiatalember, akinek egyik legnagyobb álma válik ma valóra. No, gyere már! Gyerünk! Zongora játékával édesanyját szeretné boldoggá tenni, és nagypapája emlékére ajánlja. Fogadják sok szeretettel. A színpadon Szabó Norbi. Az én fiam. Thank you.
Akiknek örülne. Beszéltem a Jézuskával. Gyereke. Gyönyörű volt. Elhiszem. Valóságos csoda. Egy pár órás csoda.